Munkásságának 50. évfordulója alkalmából ismét Pécsre látogatott a világhírű főemlős kutató Jane Goodall. Az idén 76 éves etológus 1960-ban kezdte el tanulmányozni a csimpánzok életét Tanzániában. A tudományos elismerést azzal vívta ki, hogy feltárta, a csimpánzok képesek eszközök használatára. Munkásságának elismerését jelzi, hogy dr. Goodall egyetemi tanulmányok nélkül is doktorálhatott a Cambridge-i egyetemen. Nevéhez fűződik a Jane Goodall Intézet, ami a természetvédelemért és oktatásért küzd, valamint a Roots and Shoots, rügyek és gyökerek környezeti nevelési hálózat is. A PTE díszdoktora nyilvános előadást tartott a Tudásközpontban, majd dedikált a legújabb, magyar nyelven is olvasható könyvét. Munkásságának legemlékezetesebb pillanatairól mi is megkérdeztük. Soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor szürke szakáll Dávid vagy David Grabian először halászott fűszálakkal termeszhangyákat a termeszbolyból. Amikor teljesen véletlenül először kerültem közel egy csimpánz csoporthoz, és nem szaladtak el tőlem, ez egy elképesztő pillanat volt. És soha nem felejtem el azt a pillanatot sem, amikor egy idős nőstény Flo megengedte a kicsinyének Flintnek, hogy odajöjjön hozzám és megérintsen engem az ujjaival. Számtalan dolog erősítette, hogy munkáját, kutatását rendületlenül folytassa. Számos olyan tényező volt, amely ösztönzést adott nekem. Az egyik ilyen az, hogy amióta gyerek voltam, mennyi kárt okoztunk a bolygónknak. A második az, hogy bár rengeteg kárt okoztunk a környezetünknek, mindig vannak olyan fiatalok, akik tenni akarnak valamit, és soha nem adják fel. Minden egyes ember meg tud változtatni valamit, minden nap és minden percben, hangzik el tőle újra és újra, itt Pécsett is. Minden nap gondolkodjon el, hogy a döntéseinek mi lesz a következménye, mit eszem, veszek föl, milyen következményekkel jár ez, és ez a pár perc már megéri. Azoknak a fiataloknak, akik még álmaik megvalósítása előtt állnak, édesanyja gondolatait idézi. Azt üzenem nekik, amit az édesanyám mondott nekem, ha valamit el szeretnél érni és keményen dolgozol, akkor megtalálod a módját, hogy elérd. Sokan kérdezik tőle, miből merít erőt az évi 300 napos utazásokhoz. Részben az elkeseredettség, de főleg azok a derűs arcok inspirálnak, akik körülvesznek, mondja. Hiszek benne, hogy ha együtt, közösen egy jó ügyért harcolunk, annak meg lesz az eredménye. Ez adja az erőmet.